az aranyhajú királyfiúk. Itt sem volt, ott sem volt, de valahol mégis volt. Hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy fiatal király. Egyszer vadászni megy a király az egyik hűséges inasával. És amint mendegélnek, egy nagy rengeteg erdőben, az inas meglát három eprésző lányt. Úgy kellett lenni, hogy ezek is észrevették a királyt, s föl is ismerték, mert a nagyobbik azt mondá. Jaj, halljátok-e, lányok, ha engem feleségül venne a király úrfi, egy aranymotollát adnék neki. A másik azt mondá. Én pedig, ha engemet venne el, egy orsó aranyfonalat adnék neki. A kisebbik meg ezt mondá. Hely, csak venne el engem, bizony nem bánná meg. Két aranyhajú gyermekkel áldanám meg. Hallá ezt az inas, oda megy a királyúrfi színe elé, és azt mondja. Felséges királyúrfi, hallá, hogy mit beszélt amarra az a három lány? Nem én, felelt a királyúrfi. Ugyan bizony mit? Elmondja az inas, amit hallott. A királyúrfi azt mondá, hogy ennek fele sem tréfa. Avval elment a három leányhoz, és azt kérdi tőlük. Melyik mondá közületek, hogy két aranyhajú gyermekkel áldana meg? Az bizony én találtam mondani, instálom, felelt a kisebbik leány. Na, ha te mondád, gyere velem, ez órától fogvást feleségem lész te. Avval szépen karon fogta, hazavitte, megesküdött vele, hogy csak ásó, kapas, a nagy harang válassza el tőle. Hely, volt, uram Istenem, lakodalom a király udvarában olyan, hogy eligente, elég szakadhat a vége. Táncolt még a lábatlan koldus is, csak az udvarbeli vén boszorkányt ette a méreg s a bosszúság. Mert, hogy szómat össze ne keverjem, még az öreg király mellett szolgált egy vénasszony, egy ördöngős szüle. Ennek is volt egy szép leánya, s azt hitte, hogy valami ördöngős praktikával megmaszlagosítja a király úrfi fejét, s hát, ha még feleségül is veszi az ő lányát. Ez az ördöngős szüle, amíg a többiek ettek-ittak, vígan voltak, mindig csak valami rosszban törte a fejét. Telik múlik az idő, egyszer csak a királynak háborúba kell menni. Elbúcsúzik a feleségétől nagy keservesen, és erősen szívére köti, hogy írja meg neki, ha Isten gyermekkel áldja meg. Sokáig, sokáig oda volt a király, és ez alatt a feleségét két aranyhajú gyermekkel áldotta meg az Isten. Olyan szép volt a két fiú, mint két aranyalma. Hanem az ármányos lelkű, ördöngős szüle már előre kerítette gyárokból két kutyakölyket, és addig ügyelődött, addig forgolódott a királyni ágya körül, hogy a két kutyakölyket odalopta, az aranyhajú két szép gyermeket pedig a vízbe vetette. Jaj, édes Jézusom! Búsult a szegény királyné, hogy neki ilyen rusnya állatgyermekei lettek. De mit csináljon? Mégis megírta az urának. Kapja levelét a király, erőst megszomorodik a szívében, félbehagyja a háborúzást, és meg sem állott hazáig. Volt Istenem szörnyű patália, hogy milyen rútul rá is szedi őt ez a fehér nép. Mindjárt megfogadta, elvitette a vadas erdejébe, ott derékig a földbe ásatta, s meghagyta a cselédeknek, hogyha arra járnak, többdösség csúfolják, s száraz kenyérnél egyebet ne adjanak neki. Jó az az éhenhalástól. Aközben a két aranyhajú gyermeket nem hagyta el a jóságos Isten. A víz kivetette a túlsó partra, a jó meleg fövénybe, annak a melegségében felnőttek, derék nagy fiak lettek. Azt mondja egy reggel az egyik legényke. Hallod-e, testvér, furcsa álmot láttam az éjszaka. Ugyan mit, testvér? Hát hozzám jött egy hosszú, fehér szakálú ember, és azt rebegte, hogy nem vagyunk mi olyan ágról szakadt teremtések, mint ahogy gondoljuk. Hogy-hogy, testvér? Hát úgy, hogy királyfiak vagyunk. Hanem amikor születtünk, egy ördöngős szüle a vízbe vetett. A helyünkbe két kutyakölyket tett, és apánk nagy bosszúságában derékig földbe ásatta az édesanyánkat a vadaskertben. Ennyi, hékám! Az Isten Istenem ne legyen, ha én is éppen ezt az álmot nem láttam. Egyszeribe induljunk útnak. Fölszerelőzködnek, útnak erednek. Mennek, mendegélnek, és másnap reggelre abba a városba érnek, ahol születtek. Éppen templomba harangoztak, s gondolják, hogy ők is bemennek, úgysem imádkoztak még templomban. Hát, ha megszállja ott a Szentlélek, és elvezeti az édesanyjukhoz.
A templomban volt a király is, és meglátja a két aranyhajú legénykét. Úgy rajtok felette a szemét, hogy le sem vette, míg a pap áment nem mondott. Amint a nép omlott ki a templomból, a király odament a legénykékhez, és meghívta magához ebédre. A legénykék megígérték, a király pedig előre szaladt, megparancsolta a szakácsnénak, hogy ugyan jót készítsen, mert szép vendégei lesznek. Meghallja ezt az ördöngős szüle, kisiet a kapu elé az utcára, s hát uram teremtőm, jól messziről lát két olyan aranyhajú legénykét, hogy ragyog tőlük az utca. Akasszanak föl, hanem a királyné gyermekei, mormogá magában. Na már most mit csináljon, merre forduljon? Ő bizony elejékbe fut, megállítja, körülvizitálja, összecsapdossa a tenyerét, és azt mondja. Jaj, be szépek vagytok, fiaim, jaj, be szépek vagytok. De Isten Krisztus úgy segén, hogy még hétszer te szebbek lennétek, ha elmennétek a nap barlangjához, s a nap mosdó vizével megmosdanátok. A legénykék összenéznek és gondolják magukba, a bizony nem is volna rossz, akkor még jobban megszeretné a király. El is indulnak. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, hegyen völgyön által, hogy felkeressék a napházát. Amint így mennek, mendegélnek, találnak egy kis házikót. Bémennek oda, s hát a góc alatt egy nagy könyvből olvasgat egy ősz öreg ember. Köszönnek neki. Szerencsés jó napot adjon Isten, öreg apó! Adjon Isten, fiaim! Hát ti miféle járásbeliek vagytok?